kedves barátaim! Azért jöttünk össze, hogy kinyilvánítsuk akaratunkat, nem akarjuk ezt a szobrot. Nem akarjuk ezt a szobrot, mert ez a szobor hazug, ez a szobor hazugságon alapszik, ez a szobor hazugságot közvetít. És a hazugságból elegünk van. A miniszterelnök, az előbb hallottuk, tárgyalást ígért, egyeztetést ígért, munkacsoportokról beszélt. Csak azt felejtette el hozzátenni, hogy közben a betonozó munkacsoportnak már kiadta az utasítást, hogy kezdjék el építeni ezt az átkozott és ocsmány emlékművet. A miniszterelnök és kiszolgálói mindannyiunk szemébe hazudnak. Azt hazudják, hogy a magyar történelem legnagyobb drámája, a holokauszt, az nem a mi bűnünk, nem a mi hibánk, hanem másoké, a németeké, a náciké, a fasisztáké. És közben elfeledkezik, arról letagadja azt, hogy ez a mi mindannyiunk szégyene. Ez Magyarországnak, a magyar társadalomnak a szégyene. Mi nem tudtuk megvédeni, mi nem tudtuk kiállni zsidó honfitársaink mellett. A mi bűnünk is, hogy elment 600 ezer ember úgy, hogy soha többet nem jött vissza ebbe az országba. Hogy legyilkolták őket aljas embertelen módon. Ez a miniszterelnök, ez a kormány képtelen szembenézni a múlttal. Mellé beszél, csúsztat, hazudik. Alkalmatlan arra, hogy ezt az országot vezesse. Nincs semmiféle erkölcsi tartása. Azt próbálja velünk elhitetni, ami az első szótól az utolsó szóig egyetlen hazugság. Mit mondjunk a gyerekeinknek? Mit mondjunk az unokáinknak? Hogyan nézzünk a szemükbe, ha a legalapvetőbb igazságokat sem ismerjük be? Mi szükség van itt erre a szoborra? Semmi. Ez a szobor mindannyiunk gyalázata lesz, ha fölépül. Nem szabad megengednünk, hogy ez fölépüljön. Nem szabad megengednünk azt, hogy a szélső jobb oldal újabb és újabb engedményekhez jusson. Nem szabad megengednünk azt, hogy legyen egy hely, ahol Budapest szívében majd az új fasiszták és az új nácik gyülekeznek. Nem szabad megengednünk azt, hogy ezt a várost elcsúfítsák, tönkretegyék és elvegyék tőlünk. Nem kellett volna a Kossuth tér, nem kell ez a szobor, nem kell a Városliget átépítése. Békében és nyugalomban kéne hagyni ezt a várost, és nem mindent megmásítani, meghamisítani, össze-vissza hazudozni. Üzenjük innen a miniszterelnöknek és a kormánynak, hogy nem igaz az, amit mond, ez az ország nem egységes. Mi nem azt akarjuk, amit ő akar. Mi egy egészen másik Magyarországot akarunk. Egy egészen másik fővárost akarunk. Mi egészen más gondolunk a múltról, a felelősségről, a bűnről és a gyilkosságokról, mint ő. Ez nem az az ország, ahol náciknak és újfasisztáknak otthonra találnak. Nincs nácikkal és újfaszistákkal közös haza. Mi egy másik Magyarországot akarunk, és egy másik Magyarországot fogunk fölépíteni. Ezért vagyunk itt, hogy emellett a szobor mellett mindaddig, amíg vissza nem vonják az építkezés elkezdését, az építési engedélyt, minden nap eljöjjünk és innen üzenjük, nem, ezt a szobrot nem hagyjuk, hogy elcsóvítja Budapest szívét. Maradjatok itt, barátaim, gyertek el minden nap, és mutassuk meg közösen, hogy erősek vagyunk, és nem fogjuk hagyni ezt a borzalmat itt fölépíteni. Köszönöm szépen! Nem hagyjuk!